Jó úton a mezőgazdaság. Magyarország akár 20%-kal is hajlandó emelni a befizetési keretén, csak hogy ne csökkenjen az uniós támogatási keret. Kátyúznak az utakon, infratechnológiai eljárással javítják az aszfalthibákat a magyar közút emberei Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain. Lépésről értékre több 10 millió forintból újul meg két kállóseméni érték, a Kállai Kúria és a Mohostó. Magyarország akár 20%-kal is hajlandó emelni a befizetési keretén, csak hogy ne csökkenjen az uniós támogatási keret. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter híradónknak elmondta, az elmúlt években az ágazat folyamatosan fejlődött és pozitív számokat produkált. Tavaly például rekordot ért el az agrárexport. A növekedést ez a 9 milliárd eurós kivitel is alátámasztja. A magyar agrárexport a teljes nemzetgazdasági kivétel mintegy 9%-át jelenti. Ez főleg más Európai Uniós országokba irányul, mint például Németországba, Csehországba és Olaszországba. 2010-ben ennek mértéke 5,2 milliárd euró volt. Tavaly ez azonban rekordot döntött, és közel 9 milliárd euróra nőtt. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a magyar mezőgazdaságnak a kibocsátása másfélszeresére nőtt, és mintegy 70 ezer foglalkoztatott van a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban. Tehát látszik az, hogy többen tudunk termelni, és többet tudunk exportálni is. Ezt azért is fontos kiemelni, mert vannak olyan ellenzéki hangok, hogy nem volt igazán jelentős a növekedés. Export egy 2%-kal nőtt, ilyet is állítanak, a számok mást mutatnak. Ez a növekedés, ez a magyar mezőgazdaság történetében páratlan és rendkívül gyors, és mintegy 3 milliárd eurós az a többlet, tehát a haszon, ami a bevételnek tulajdonképpen a nyereség részét jelenti. Ma már a magyar termékek, mint például a pálinka vagy a bor a világ 100 országába jutnak el. Ez annak is köszönhető, hogy a magyar termelők mintegy 50-60%-kal sikeresebben tudnak élelmiszert előállítani, mint korábban. Nőtt a termés átlag és gazdaságosabban tudnak termelni azáltal, hogy a legmodernebb technológiákat sajátították el a gazdák, közölte Fazekas Sándor. A miniszter hozzátette, a termelők az időjárásnak megfelelő növényeket termesztenek, és olyan extenzív és intenzív állattartást gyakorolnak, amelyek biztosítják a vidéki térségben is a megélhetést. A jövő kihívását pedig az agrárdigitalizációs stratégia jelenti. Takarékosabb, könnyebb, precízebb gazdálkodást, hiszen arról van szó, hogy a számítógépek alkalmazása, a számítástechnikai fejlesztések alkalmazása a mezőgazdaságban lehetővé teszi azt, hogy beosztva az erőforrásokat, kevesebb üzemanyaggal pontosabban termeljünk, kevesebb vegyszert, kevesebb növényvédőszert, műtrágyát vagy vizet kelljen felhasználni, hiszen ezek a rendszerek épp úgy, ahogy mondjuk a személygépkocsiknál már részei az életnek, és tervezhetőséget jelentenek mondjuk egy traktornál azt, hogy van egy talajművelési feladat, akkor csak azon a területen dolgozik, amit meg kell művelni. A gazdák versenyképességét a terület alapú és a vidékfejlesztési támogatások segítik. Ezt a jövőben is szeretné megvédeni a magyar kormány, ugyanis a Brexit után a pénzügyi forrás is kisebb lesz a jövőben. Magyarország és jó néhány más tagállam vállalja azt, hogy megnöveli 20%-kal a hozzájárulását a közös költségvetéshez, amelyből nyilván a gazdák is részesülnek, így tudják folytatni a termést a jelenlegi szinten, illetve magasabb feldolgozottsági szintű élelmiszerekkel tudnak megjelenni a belső piacokon, és így az importa versenyképesebbet. Mondjuk egy példát, ha van egy természet, akkor tudja létesíteni egy kis tejüzemet, ahol feldolgozza a tejet, akkor már nem alapanyagot értékesít, hanem résztermékeket, mondjuk sajtot, vajat, tejtermékeket. Az uniós fejlesztési források mértékének megtartásán dolgozik a minisztérium is, de a legutóbbi agrártanácson a tagállamok nagyobb része is elkötelezett volt amellett, hogy a támogatások összege ne változzon, tette hozzá Fazekas Sándor. Infratechnológiai eljárással kátyúznak a magyar közút emberei Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain. A külföldön már évek óta használt, hazánkban egyelőre újszerű eljárásnak köszönhetően nincs szükség nagyobb gépekre és több órás útlezárásra a munkák elvégzéséhez, de nagy előnye a technológiának az is, hogy esős, hideg időben is elvégezhető a kátyúk bedolgozása.
Kátyúzási munkálatokat végez több helyen, Nyíregyháza főútjain, a Magyar közút. Nyíregyháza útjain már elkezdődtek a kátyúzási munkálatok. Éppen a Pazonyi úton foltozzák a szakemberek az utakat. Az aszfalthibák eltüntetése azonban egy innovatív megoldással történik, az úgynevezett NuFal technológiával. Ennek köszönhetően nincs többé kátyútörmelék, hatalmas gépek kivonulása egy-egy úthiba javításánál. Ez a szerkezet az infrahősugárzóival egyszerre 2,5 négyzetméter területet tud megolvasztani, ami szintén az eljárás előnye, hogy esőben és hidegben is lehet vele dolgozni. Ez a technológia már több mint egy évtizede került kísérletezésre Angliában, és 5 évvel ezelőtt találkoztam vele Dunakeszin egy bemutatón. Akkor én ezt kitűztem magam célnak, hogy egy ilyen berendezés a KFT-nek kell. Mi közműépítéssel, útépítéssel foglalkozunk, és most jött ki rá a lépés, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A kocsi oldalán is látszik egy felirat, NuFalt. Ez a védjegye ennek a infraledes melegítésű eljárásnak. Amellett, hogy ez a technológia gyors, olcsó, kevesebb anyagszállítással jár, hiszen a felmart aszfaltot nem kell elszállítani, az úthibákat főként saját felmelegített anyagával dolgozzák be. A végeredmény is tartósabb, hiszen az aszfaltozás miatt nincs határvonal a javítások között. Így a víz beszivárgásának, majd szétfagyásának is kisebb az esélye. Az a lényege, hogy télen, amikor az aszfalt gyárak már leállnak, nem kevernek meleg aszfaltot, mi akkor is tudunk ezzel a berendezéssel meleg eljárással javítani aszfaltkátyút, mert van a lelke ennek a berendezésnek egy melegítő blokk, ami infra melegítésű gáz, autógázzal működtetett melegítő blokk, 600 fokon melegíti a kátyút. Amikor a kátyút felmelegítettük, akkor a régi aszfalt anyagot azt összelapátoljuk egyszerűen a közepébe, meglocsoljuk bitumen emulzióval, hogy pótoljuk a hiányzó kötőanyagot a régi aszfalthoz, és utána a kollégák elterítik a hiányzó aszfalt mennyiséget. A speciális gépek Nyíregyháza több útjain is javítják majd az úthibákat. A következő napokban forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők, többek között a 36-os, a 38-as számú főútvonal belterületi szakaszain, valamint a Nyírszőlősi úton. De nem csupán a megyeszékhelyen javítják ki az aszfalthibákat. A közeljövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos útvonalán és településén is kátyúzási munkálatokat végez a Magyar közút. Több 10 millió forintból újul meg 2 kálóseméni érték, a Kálai Kúria és a Mohostó. Ez a Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat második állomásán hangzott el Kálóseménben. A média képviselőinek tartott ismertetőt követően a kiállító teremben megnyílt Matl Péter 5-ösével című pasztelgrafika kiállítása is, amely a gulágba hurcolt magyar áldozatoknak állít emléket. Második állomásához érkezett a Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat. Az elsőnek a Baktaló rendházi Dégenfeld kastély adott otthont, a mostaninak pedig a kálóseméni Kálai Kúria. Az a legfontosabb célja, hogy bemutassuk a megyei értékmentésbe rejlő lehetőségeket, úgyhogy közben felvillantunk egy-egy olyan megyei értéket, amely talán az utóbbi időben nem került az értékek középpontjába, vagy esetleg korábbi sajtótájékoztatókon nem itt voltunk. Tehát mindenképpen olyan helyszínekre megyünk, amelyet szeretnénk egy kicsit jobban megmutatni, és ezáltal, hogy megmutatjuk, szeretnénk egy kis lendületet adni az értékgyűjtő, értékmentő munkának. Hiszen számos olyan érték van még, amelynek helye van az értéktárban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 101 érték van, ezek közül a Kálai Kúria az egyik. Ez a kúria, ez emlékeim szerint TS irodaként működött, és rettentően elhanyagolt állapotban volt 2015 előtt. 1,3 milliárd forintba került ennek az épületnek a megmentése, de jó szívvel tettük ezt, mert hogy egy olyan értéket sikerült megőriznünk az utókornak, amire igencsak büszkék lehetünk. Simon Miklós hozzátette, a fejlesztések nem állnak meg. A Kálai Kúria látogató baráttá fejlesztésére több 10 millió forintot nyert az önkormányzat. Ehhez kialakítanak egy turisztikai tengelyt is Nyíregyháza, Nagykáló, Kálósemjén, Máriapócs és Nyírbátor vonalon,
és erre fűzik fel a térség turisztikai értékeit. Fejlesztések lesznek a Mohostónál is 2018 harmadik negyedévében. A Hortobágyi Nemzeti Park által elnyert több milliárdos pályázati összegből több 10 milliót a kezelésében álló tó rekonstrukciójára fordít. A Mohosi láp egy régebben egy természeti vízfolyás által volt utánpótlásban. Jelenleg ez egy fúrott kút által történik meg. Ennek a fúrott kútnak a kapacitása az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. A szakemberek megvizsgálták a kutat, és valószínűsíthetően egy új kutat fognak fúrni azért, hogy a Mohosi lápnak folyamatos legyen a víz utánpótlása, és emellett a kút és a láp közötti szakaszon egy új csővezeték kerül kiépítésre. A sajtótájékoztatót követően megnyílt a Kállai Kúria kiállító termében Mátül Péter kárpátaljai képzőművész 5-ös éve címet viselő pasztágrafika kiállítása. A 2016-ban alkotott művek a gulák táborokba elhurcolt magyar és sváb áldozatoknak állítanak emléket. Az elkészült 40 képből 20 darab tekinthető meg március 10-ig a kálósamjéni Kállai Kúriában. A Nyíregyházi Egyetem ad otthont a 12. Magyar Ifjúsági Robot Kupának. A versenyre országosan 120-an jelentkeztek. Ők három különböző versenyszámban mérhetik össze az általuk megépített robotok mesterséges intelligenciáját. A RoboCup világbajnokságra azok a csapatok nevezhetnek, akik hazájukban minősítést szereztek a nemzetközi szabályok szerint rendezett kupán. Így az is megtörténhet, hogy akár nyíregyházi csapat képviselheti hazánkat idén, júniusban a kanadai világversenyen. A RoboCup egy kutatási-oktatási projekt, amelyet az USA, Japán és Németország kezdeményezett 1997-ben. A verseny célja, hogy a robotfejlesztések és a mesterséges intelligencia kutatások előrehaladását teszteljék a világ valamelyik országában rendezett versenyen. Magyarországon először 2007-ben szervezték meg az első robotok versenyét, és azóta egy év kivételével minden évben képviseltük hazánkat a világversenyen. Az országos versenyen idén 120 fős diáksereg vesz részt. 12. Magyar Ifjúsági Robotkupát szervezzük meg két részletben. Ez egyik részlet itt Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen zajlik majd február 23-án, azaz most pénteken. Három ligában indítjuk a versenyzőket. Az egyik a foci, ami a kezdetektől mindig szerepel ez a versenyszám. A másik a színpadi előadás, és egy harmadik versenyszám a társtér vagy co-space liga. Ez a Pingvin robot a színpadi előadás versenyszámban fogja bizonyítani a nyíregyháziak tudását. A készítők országos viszonylatban is egy újdonsággal készülnek, hiszen ők az elsők a robotika történetében, akik a robotszínészeket Tetris alkatrészekből rakták össze. Attila és Samu már 2 éve a robot szakkör tagja. A roboton több mint 4 hete dolgoznak, és már csak apróságok hiányoznak a tökéletes működéshez. A csapatban mindenkinek saját szakterülete van. Vannak, akik a robot elektronikájáért, vannak, akik a programozásért, és vannak, akik a szellemi munkáért felelnek. Attila az előadás történetéért volt felelős, és bár egész kis apró történetről van szó, véleménye szerint megható lesz. A kis pingvin egy halat kergetve eltűnik a jégtáblák között, elveszik, miközben a szülők veszekednek. A szülők ezt észrevéve egymással is kezdenek veszekedni, aztán a kis pingvin keresésére indulnak. A történetben szerepel még egy robothal is, amit az egyik csapatársam Samu rakott össze. Nagyon ügyes rác szerintem, ő a csapat lelke. Szóval a kis pingvin kergeti a halat és elveszik, a nagyok meg utána mennek és végül megtalálják. A RoboCup projektnek rendkívül fontos küldetése van, hiszen ezeken a versenyeken a diákok óriási tudásanyagot szereznek és nemzetközi kapcsolatokat építenek ki. Február 25-én délelőtt nyitja meg kapuit a 16. Szabolcs Kupa nemzetközi fodrász, kozmetikus, műkörömépítő és díszítő verseny a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi szintű szakmai megmérettetésére 18 versenyszámban 170 versenyző adta le nevezését a szépségipar minden területéről. Az idei év újdonsága, hogy a szervezők szakmai workshopokkal is várják a közönséget. Immár 16. alkalommal rendezik meg Szabolcs-Szatmár Bereg megye nemzetközi szintű szakmai versenyét, a Szabolcs Kupát. A rendezvényre a szépségipar minden területéről érkeznek versenyzők Magyarországról és a határon túlról egyaránt. Az idén a versenyre jelentkezők száma rekordot döntött,
Összesen 170 nevezés érkezett a különböző szakmai kategóriákra. A rendezvény sajtótájékoztatóján Lukovics György, mesterfodrász kiemelte. Újdonságokkal bővítették ki a rendezvényt, így már nem csak a versenyzésről fog szólni a Szabolcs Kupa. Próbáltunk egy picit változtatni a hétköznapok kialakult sorában, hogy csak egy versenyről beszélünk, hanem azt szeretük volna, hogy egy kicsit szakmát is adunk a közönségnek, a szakmáknak. Minden három szakmában lesz workshop, ez azt jelenti, hogy ne legyen bárkinek bármiféle hiánya. Úgy álltottak össze az időpontot, hogy amikor éppen a színpadon fodrász verseny van, akkor a workshopban kozmetika van, vagy éppen köröm. Tehát nem lehet az esetleg, hogy valaki szeretné mind a kettő, hogy részt vegyen, és esetleg nem tud dönteni. Tud, mert úgy van összeállítva a workshop. Mindenféleképpen olyat próbáltunk volna létrehozni, hogy a szakmának egy olyan tudást pluszt adjunk, ami nagy nevű szakemberektől tudják majd ezt megtudni. Itt lesz egyébként szasszonhajvágás, lesznek termékbemutatók, praktikák, ötletek, és természetesen lehet kérdezni tőlük, és ez a nagyon jó dolog benne, mert face to face, tehát szemtől szembe bármit megkérdezhet, és biztos, hogy választ is kap a kérdésére. A bemutatók alkalmával a szakma és a nagy közönség is megismerheti az új trendeket, a frizurák és a divat terén egyaránt. A kozmetika területén is kiemelkedő számban jelentkeztek versenyzők, hiszen már most többen vannak minden versenyszámban, mint a tavalyi évben. Nagyon nagy a lelkesedés különben az első éves nappali smink kategóriában, ugyanis tavaly egy olyan 20 főben limitáltuk a létszámot, ez nagyjából meg is volt, most 25 főben, és lassan elérjük már a 25 főt is. A másodéveseknek, illetve a felnőtteknek alkalmi smink kategória van kiírva, nekik egy picikét már magasabb szinten kell megmutatni a tudásukat, Párizsi lány címmel. Én azt gondolom, hogy itt már ugye mivel téma megkötés van, itt rá kell egy kicsit készülni jobban a sminkre, tehát utána kell nézni esetleg az irányzatoknak, a divat irányzatoknak. Ugye mivel ugye Párizs egy divatfővárosnak számít, tehát arra gondoltunk, hogy valószínűleg azért itt egy picikét túlmutató, inkább előremutató sminkek készüljenek, és ezt várnánk a versenyzőktől. A látogatók számára a belépés ingyenes lesz az egésznapos programra. Kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésre és hazai győzelemre számít a tavaszi nyitányon Lucsánszky Tamás, a Nyíregyháza Spartakusz vezetőedzője. Az NB2-es tabella negyedik helyén álló Spari vasárnap délután 5 órakor a 8. helyezett Gyirmótot fogadja a Városi Stadionban. A hétvégén, amennyiben az időjárás is engedi, rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB2-ben. A Nyíregyháza Spartakusz a negyedik helyről várja a folytatást. A csapathoz 5 játékos érkezett a téli szünetben, és Lucsánszky Tamás vezetőedző szerint az új szerzemények mind a pályán, mind az öltözőben megtalálták a hangot a társakkal. A szakember a felkészülési időszakban elvégzett munkát látva nyugodtan várja a bajnoki folytatást. Az utolsó két hét munkáját egy kicsit át kellett alakítani az elképzelésemhez képest, hiszen más talajpályára kellett visszajöjjünk, nem terveztük, nem is örülök neki, mert a speciális munkát nem tudtuk úgy elvégezni sérülésveszély miatt, gondolok itt a műfűes talajra, ettől függetlenül egyébként elégedett vagyok abban, amilyen munkát végeztünk el, és hát természetesen azok a feltételek, amit a tulajdonos is biztosított nekünk a két edzőtáborral, ez segítette ezt a munkát. A csapatkapitány Jova Levente nem számít könnyű mérkőzésre, ráadásul kapusként még az időjárás okozta nehézségekkel is meg kell majd küzdeni a pályán. A Gyirmót az egy elég jó erőben álló csapat. Új edző került hozzájuk a télen. Szepesi László tényleg ő volt még válogatottnál is edzőm. Ismerem őt is, tényleg jó játékerőt képvisel a Gyirmót. Nyilván a pályatalaja az kicsit így, hogy mondjam, megnehezíti a dolgunkat, mert azért jobb lenne nekik is, nekünk is, hogyha jobb talajon játszhatnánk. Most, ahogy néztem, a nyíregyházi pálya az alkalmas, hogy játszunk, de vasárnap azért még sok idő van. Lucsánszky Tamás is tudja, hogy egy jó rajt akár az egész tavaszi szereplése is hatással lehet, de abban is biztos, hogy csapatának nagyon meg kell majd küzdeni a 3 pontért. Biztos, hogy egy rendkívül izgalmas, tehát a közönség szempontjából nem is szórakoztató, de izgalmas mérkőzésre lehet számítani. Azt látni kell a kupaforduló kapcsán is, és egyáltalán az NB2-es eredménysor is az, amiben összetorlódott a mezőny az első két csapatot kivéve, akik kétségkívül megérdemelten állnak ennyivel előrébb. Én azt gondolom, hogy a feljutásra ők a legnagyobb esélyesek, az összes többi csapatot viszont egyformának ítélem meg, tehát ebben a tekintetben minden mérkőzésre úgy tekintek,
még egyszer mondom, kiemelten mindig a következőre, és ebben a gyirmót a következő, hogy rangadó mérkőzés lesz kiegyenlített erőviszonyok mellett. A Nyíregyháza Spartacus gyirmót mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A további párosítása következő: Dorog Budaörs, Soroksár Budafok, Kazincz Barcika Szolnok, Grosics Akadémia Vác, Sopron Cegléd, Mosonmagyaróvár Csákvár, MTK Budapest Békéscsaba, Győr Siófok és Zalaegerszeg Kisvárda. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarország akár 20%-kal is hajlandó emelni a befizetési keretén, csak hogy ne csökkenjen az uniós támogatási keret. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kiemelte, az elmúlt években az ágazat folyamatosan fejlődött és pozitív számokat produkált. Tavaly például rekordot ért el az agrárexport. A növekedést ez a 9 milliárd eurós kivitel is alátámasztja. Infratechnológiai eljárással kátyúznak a magyar közút emberei Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain. A külföldön már évek óta használt, hazánkban egyelőre újszerű eljárásnak köszönhetően nincs szükség nagyobb gépekre és több órás útlezárásra a munkák elvégzéséhez, de nagy előnye a technológiának az is, hogy esős, hideg időben is elvégezhető a kátyúk bedolgozása. Több 10 millió forintból újul meg két kálóseméni érték, a Kálai Kúria és a Mohostó. Ez a Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat második állomásán hangzott el Kálóseménben. A média képviselőinek tartott ismertetőt követően a kiállító teremben megnyílt Matl Péter ötösével című pasztel grafika kiállítása is, amely a gulágba hurcolt magyar áldozatoknak állít emléket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, február 21-én szerdán friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb havazással. Továbbra is egy mediterrán ciklon alakítja térségünk időjárását, hatására nedves levegő áramlik fölénk, többfelé számíthatunk havazásra, havas esőre, keleten, délkeleten pedig esőre is. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen havas esőre, havazásra számíthatunk, majd fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása, éjszaka a legtöbb helyen átmenetileg megszűnik a csapadék. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kezdetben nem valószínű csapadék, majd délutántól egyre több helyen fordulhat elő havazás. Az észak-keleti szél megélénkül, időnként megerősödik, néhol gyenge hófúvás sem kizárt. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken még mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható havazás, amely estére a legtöbb helyen majd megszűnik. A hétvégén észak-kelet felől fagyos levegő árasztja el térségünket, emiatt jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Hideg éjszakákra készülhetünk, vasárnap már délután is 0 fok alatti csúcsértékek valószínűek.